voltak akkor is, akik elkísértek, mert kísérletként mi nem lehetett lenni sehová, akkor sem, máskor sem. Elindulj! Szekélek! Madách Imre életének két legfontosabb női szereplője, az író kizárólagos szeretetéért vívta csatáit. Édesanyja Majtényi Anna és felesége Fráter Erzsébet, anyós és menny teljesen különböző világa folyamatosan egymásnak feszült. Kettejük ellentéte ellenségessége között a szelíd, ám mindkettőjüket egyaránt szerető író felőrlődött. Ezt a madácsi élettörténetet meséli el közönségének a Bekecs Néptánc Színház legújabb Kit szerettél Madách című előadásában. Régóta gondolkodunk Benő Barna Zsolttal, az igazgatóval, hogy jó lenne egy olyan prózai alapú előadást készíteni, ami egy picit a újdonság a Bekecs történetében is, és esetleg újdonság lehet a Marosvásárhely környéki nézők számára is. Az alapötlet az Kien Ilkától származik, aki játszik is az előadásban. Ő adott olyan anyagokat számomra, olyan kapukat nyitott ki, amiben egyből első olvasat után beleszerettem, és azt éreztem, hogy ezzel a problematikával, tematikával nekünk dolgunk van, dolgunk lehet. Nagyon fontos, hogy az alap az két monológ, tehát hogy két monodráma, amit T. Pataki Lászlótól kölcsönöztünk és gyúrtunk egy anyaggá, tehát hogy ez adja az előadás alapját igazából. És ez a két monológ vezet végig minket azon a történeten, ami nem akar feltétlenül a kezdetektől eljutni a halál pillanatáig, viszont olyan problematikákat, olyan életstációkat mutat a két nőről és Madách Imréről, ami talán a legfontosabb pillanatait mutatja meg, és ezt próbáltuk megfogni az előadásban is. Mindkét nő tisztán szeretne az Úr elé állni, ezért számot vetnek életükkel, keresik a megnyugvást. Tetteik mozgatórugóit, legbensőbb gondolataikat, érzéseiket, életük meghatározó eseményeit tárják fel az előadásban. De szembesülünk ezeknek Madách Imre életére gyakorolt hatásaival is. A két nő közti ellentét azon alapszik, hogy mind a ketten birtokolni szeretnék Madách Imrének a kizárólagos szeretetét. És nem tudják elviselni, hogy ennek az embernek nincs más választása, mint hogy mind a két nőt szeresse, hiszen az egyik az anyja, a másik a felesége. Ezek a küzdelmek pedig eltávolítják mindkettőjüket Madách Imrétől. És a versben írta meg, hogy ne csatázzunk. Ki ne csatázzon? Hol ne csatázzunk, amikor csatatéren élünk, amikor egymással szemben élünk, én és a nagyasszony, és ott volt köztünk Imre, aki nem szólt semmit. Inkább az előadás után egy olyan érzés fogalmazódik meg mindig bennem, hogy azért sokat változott a világ. És azért, ha valaki meg akar állni a saját lábán, meg tud állni, hogy már nem annyira kiszolgáltatott egy nő, mint amennyire kiszolgáltatott volt akkor. Hogy már nem annyira egy kézben összpontosul egy családnak az irányítása, mint ahogy akkor. Hogy ez jó is, rossz is, elveszítette a szülő ezt a mindenható hatalmát a gyerek felett. Talán az a legizgalmasabb pontja számomra előadóként, mert most inkább erről beszélnék egy kicsit, ahogy a két nő között ez az ember élt, és ahogy tudott alkotni, vagy hogy tudhatott alkotni, és hogy jutott el odáig, hogy megszülessen az ember tragédiája ebben a nyomásban és ebben a szorításban, amit a két nő kapcsolata jelenthetett számára. A közel 200 éves madácsi élettörténet aktualitásából mit sem veszítve szólítja meg nézőit. Olyan örökérvényű kérdéseket vet fel, amelyekre a ma embere is gyakran megoldásokat keres. Nagyon-nagyon kellemes tapasztalataink voltak. Volt már olyan előadásunk, ami diákoknak szólt. Fel voltunk készülve, hogy na, akkor itt zsizsegés lesz, és telefon lesz, és hát mit érdekli őket, Madách Imre, és egyáltalán.
és mély csendben nézték végig az előadást, úgyhogy sikerült eljutni hozzájuk, és megérintette őket ezeknek a karaktereknek. Majd Tényi Annának a saját igazsága, ami szerint végigélte az életét, Fráter Erzsébetnek a szenvedése, a küszködése, és mindezek között Madácsnak a vívódásai. Úgyhogy azt hiszem, hogy sikerül a mai nézőnek is megtalálni benne önmagát. Hogy kezdettől fogva írtózta meg.